Köszönöm szépen még egyszer Holniák Zsortnak, hogy elfogadta a felkérésünket és rendelkezésre áll. Ha már is szóba jött az alkat, akkor kezdjünk egy bemelegítő kérdéssel, hogy kifőzött mostanában többet otthon, mert úgy tudom, hogy vereség vagy rosszabb széria esetén inkább férfi szakács tevékenykedik. Hát igen, nem csak javítok rajta, nem csak. Tehát a győztes is épp úgy én, tehát többnyire a a talán a levezető az nekem a főzés, vagy a tényleg sütés főzés, ha úgy mondhatom, mert több menüvel tudok készülni a következő napra, de hát ez nem persze befolyásolja a pozitív vagy a negatív energia. Mindig nehezebb a vesztes meccs után, de épp ugye a győztes meccs levezetője is a főzés és a meccs visszanézése. Van valamilyen kimondott specialitásod, amit nagyon szeretsz elkészíteni? Hát úgy, mint én az apóség, vagy a családom, vagy a bátyám, a tékeket, a hús, a marhahúsféléket, vagy a húsfajtákat szokom előnybe tenni, de a gyerekem inkább a leveseket, vagy a könnyebb csirke termékeket, csirkehús tésztákat. Tehát azért mondom, hogy több menüvel tudok készülni, de hát annál keserűbb ez, mikor vesztes meccs után, mert az embernek azért jobban fáj, meg több a stressz pontja, és tényleg az, hogy én ezt az éjszakát mindig meccs visszanézésével nagyobb részt foglalkozok a meccsel konkrétan, is az mellett főzök. Kerül esetleg valamilyen otthoni, felviléki menü is az asztalra? Hát megmondom őszintén, elég sokat merítek az internetből, vagy az internetet látottakból, vagy azt, amit itt Magyarországon szokok ha fogyasztani, mert a konyha az nagyon híres és nagyon jó, és nagyon finom, azok a, azok létesítmények, ahol van szerencsé ebédelni, vagy, vagy fogyasztani. Nagyon sok példát adnak nekem, és elég kreatív tudok ebben lenni, úgyhogy próbálom ismételni azokat az ízeket, amit már magam jó, magam is megkóstoltam. Egy picit még maradnék a felvidéki vonalon, hiszen ugye köztudott, hogy köbölkútról származol. Felvidéki magyarként igazából elég hamar Pozsonyba kerültél, felvidéki magyarként lettél szlovák válogatott, többször a szlovák bajnok. Abban az időben ez jelentette bármilyen nehézséget, vagy hogy, hogy viszonyultak akkor, vagy akkoriban még a, a kisebbségi léthez mondjuk a szlovák vezetők, labdarúgók? Hát először is én 9 éves koromig köbölkúton nevelkedtem, Köbölkóti Alapiskolát végeztem, és utána az ötödik osztályba mentem át a Duna utcára, Pozsonyba, a Magyar Iskolába, Alapiskolába. Ez egy intézet volt, vagy egy mai napig is, ha jól tudom, a Duna utca működik, mint alapiskola és gimnázium, magyar nyelvű tanulás. Az átmenetel maga a bátyám miatt volt, aki focista volt, 9 évvel idősebb nálam, ma ebbe az évben lesz 60 éves, 9 év különbség van közöttünk, és akkor már az Inter Bratislava, és utána felváltva a Dunaszerdahelyen, a Dacba, a Szlovákiai MB2-es osztályba, és utána a Szlován Bratislava szerződött, és ennek alapján a család összeköltözött Pozsonyba, Épp úgy ő, mint még gimnazistaként és főiskolásként tovább folytatta a sportéletet és az életét Pozsonyba, épp úgy mi a család miatt, és hogy a család együtt legyen, fölköltöztünk Pozsonyba, és ott folytattam a tanulásomat, magyar nyelvű tanulást. Ha visszatérek ahhoz, hogy milyen volt ez, nagyon szívesen emlékszek vissza a falusi életre, hiszen én egy falusi gyerek vagyok, tehát nekem az anyanyelvem az a magyar volt, utána tanultam meg szlovákul, és főleg ez Pozsonyba, és ezt az utca tette velem, vagy úgymond, Utcai tanítványként, és mikor emlékszek rá, amikor fölköztöztem, nem tudták, hogy mi az a zsolt, milyen név ez a zsolt. Tehát én megtanítottam velük, vagy úgymond, engem az utca tanított meg arra, hogy ellenálló képességem legyen. Nem volt valami nagyon nagy fogadtatás a magyar nyelv miatt, de annyira valahogy elős voltam, hogy azt, amit én szerettem volna a kollektívra, vagy az utcai gyerekekre rávinni, azt mindig át tudtam élni, és rá tud, rájuk tudtam erőtetni és megkedveltek már mindenbe, amiben beleálltam, partneruk voltam, és őt is ellenfelük, és nem adtam föl, és ez a típus azt hiszem, hogy a fociban és a sportban is bennem maradt. És mondhatnám ezt úgy, hogy a Slovan Bratislava-ban mint fiatal, a bátyám miatt, mert ő ott, ott volt a fölnőtt csapat tagja. Nagyon nehéz volt magyarként, akkor Pozsonyban, a szlovákok között. Nem mondom, hogy nem bántott senki sem, de akkor a kisebbség még nem volt annyira előnyben, vagy elfogadva totálisan. Ezt magamnak kellett kivívni szlovák környezetbe, amit meg is tettem. Minden nap megküzdöttem a helyemért, mert egy kicsit hátrányba voltam, de megküzdöttem, mert nem volt olyan nagy tehetségem a focimhoz, mint a bátyámnak. De az évek során, főleg az utcai élet megtanított arra, hogy nem szabad panaszkodni, és bele kell állni, és a, a, a magyarságomat nem vettem problémának, de azt inkább előnynek, hogy én próbáltam őket tanítani magyarul, aki nem tudott, vagy a szlovákokat, és ehhez én mondtam, hogy a természetem elég erős, és rájuk erőtettem azt, amit én akartam, nem azt, amit ők akartak tőlem. És úgy folytattam ezt a foci pályát, futásomba is, hiszen magyarként egy szlován Bratislavába, a csehszlovák csapatba bekerül, nem volt egyszerű számomra. Főleg az edzőse volt, valami, ki kell mondani, hogy abban az időben egy, nem volt egy nagy magyar kedvelő, ezt mindig is meg is adta nekem, jóság. De most ő az, aki hí, és nagyon örül annak, hogy Magyarországon dolgozok, és büszke miniszterelnök úrra és üdvözöltette egy párszor, csodálkoztam, mert ő volt az, aki abban az időben nem valami nagy barátságot viselt felénk, de az élet, meg a, az élet, a foci élet, meg az élet is változik ezek szerint, és az erős emberek tovább tudnak lépni és menni. És nekem az volt a szerencsém, nem adtam föl ezen a szinten sem, és magyar, magyarként egész a csehszlovák vagy a szlovák válogatott tudtam elvinni a pályafutásomat, mint focista. Elképzelhető, hogy ez a fajta attitűd, amit elmeséltél, összefüggésben van egy picit azzal, hogy a pályán hátvédet játszottál. Hát én ilyen támadó hátvéd voltam, én nagyon szerettem futni, tehát ez az alapom, ezt hoztam a faluból, vagy az az alap, hogy nagyon jó futó voltam. Én egy támadó felfogású, és ez a nagy Zsolt szerepe nagyon fontos az életemben, mert hasonló típus voltam, mint ő. Az adottságaim nem voltak, nem kaptam az élettől, vagy a foci istentől, de kidolgoztam magamat, és tényleg nagyon akaraterő az óriási volt bennem, és nem tudtam, sohasem adtam föl magamat az első akadályoknál, de mindent átmentem rajta, átvergődtem, fájt, nem fájt, túlléptem rajta, és el tudtam vinni egy olyan szintre, hogy szlovák válogatott, többszörös bajnoki cím három csapattal, Szlován Inter és az FC Kassával. Oroszországban tudtam szerződtetni a Dinamo Moszkvába, aki annak idején ez nem semmi volt. Akkor még nem voltak annyira modernak az átlépések, és főleg egy ekkora nagy orosz klubban, mint a Dinamo Moszkva hírneves klubhoz. Én azt gondolom, hogy a foci szinten én, amit tudtam, elértem, maximumot magamból kihoztam. Említetted, hogy már fiatalon Pozsonyba kerültetek családilag, főleg a bátyád tevékenysége miatt. Van bármilyen kapcsolatod még a szülőfaluddal? Visszajársz? Egyértelműen támogatom is. Sőt, most magyar polgármester, az MKP párt jelöltje, Bolya Szabolcs barátom lett az új polgármester. Azért nevezem ezt meg, mert megkeresett támogatással, és én most nagyon aktívan próbálom a falumat, ahogy tudom segíteni és támogatni. És az egyik irány ez a foci. Új, föl van újítva a kuti fotball, ami 6-7 évig nem működött abszolút. Megpróbáljuk felújítani iskola szinten, hiszen vannak magyar alapiskola, szlovák alapiskola is, elég nagy falu, majdnem 2000 lakosú. Azt hiszem, hogy nagyon sok fiatal ember nevelkedik ott föl, és a, a polgármester Boleszabol segítségével és egy pár barátom, aki megmaradt még Köbölkúton, azok segítségével próbáljuk a, a sport Sportéletet újból illeszteni. Picit térjünk rá a Puskás Akadémiára, hiszen nem véletlenül ülünk most itt pont a Páncsó Aréna egyik dísztermében. És ha már Puskás Ferenc, ugye éppen a napokban emlékezhettünk meg a legendás magyar válogatott 97. születésnapjáról, vagy születésének 97. évfordulójáról, az érdekelne, hogy neked milyen személyes élményeid vannak vele kapcsolatban. Hát emlékek, mert én is kicsi voltam, nagyon pici gyerek, és Puskás Ferenc, a fölvidéki magyarok, és szerintem nem csak a fölvidéki magyarok, de európai vagy világszinten egy óriási mítusz, egy óriási név volt a foci, foci fogalomba, és az is maradt. Sajnos már nincs közöttünk, nem él, de a, a, a munkája itt maradt, és a neve, amit azt gondolom, hogy példaképpen a klub viszi tovább, és az én személyembe próbáljuk továbbvinni eredmények és nevelés szintjén ezt a komoly nevet, aki tényleg ez Magyarország egyik óriási híressége is marad is, és volt is, és a foci, foci tudása akkor olyan nagy volt akkoriban, és hogy tényleg akárkit, még ha is kérdezzük, vagy akármilyen hírességet, Neymart, vagy, vagy Messit, mindenki tudja, ki volt az Puskás Ferenc. Említetted már a magyar anyanyelvedet, említetted Puskás Ferenchez való kötődésedet, mint magyar labdarúgó. Azok után, hogy a pályafutásod alatt igazából magyarországi, anyaországi kötődésed nem igazán volt úgy játékosként, mint edzőként. Mégis ki, hogyan és mikor talált rád azzal az ötlettel, hogy esetleg megpróbálhatnád magad Magyarországon? Voltak lehetőségek, azt, azt hazudnák, hogy nem. Éppen amikor a Dinamo Moszkvával kellett volna, hogy szerződjek, akkor a Ferencváros is jelentkezett, de akkor még élő szerződésem volt, és a Dinamo Moszkva volt az, aki ki tudott vásárolni, mert anyagi háttere volt az egésznek. Én azt gondolom, bár én nekem a magánszemének a Ferencváros és a Nürnberg volt az a két csapat, amit választottam volna, de akkor még az átlépésen nem volt a saját kezemben, úgymond, mert a klubban volt Kubom Inter Bratislava volt az, aki döntő volt ebben az esetben, hogy hova engedel és milyen anyagi föltételek alatt. Valamikor nem volt ez a szabadi játékosság, hogy akárhova átléphetsz, hanem a klubhoz voltál kötődve, tehát én visszafelé ezt bántam is, mert már akkor megbántam, amikor Oroszország irányába mentem, főleg az, hogy én nagyobb lehetőséget láttam a Nürnbergi Bundesliga 2 vagy a Ferencvárosban, mint akkor a Dinamo Moszkvában, de mondom, akkor a hanyagi háttér döntött, és azok, hogy a, nem csak az én döntésem, de a volt klubom döntése is, hogy oda szerződtem abba az időbe. Tehát ott a kötődés megvolt. A másik dolog, hogy voltak a közben, a Stadler Józsi bácsi megkeresett egyszer, emlékszem rá, amikor a Slovan játszottam, de nem tartottam elég komolynak azt az ajánlatot, mert a Józsi bácsi elég ilyen más úton, mint professzionális úton keresett meg. Tehát mindenféle ajánlatok voltak, búza, gabona, kompenzáció, tehát én akkor egy kicsit úgy, ahogy most nevetségesnek tartottam, és nem tartottam annyira komolynak ezeket az ajánlatokat, tehát voltak egy pár apró megkeresések, de de oda nem jutottam el, hogy Magyarországon szerepeltem volna, mint fotbalista. És edzőként? Hát edzőként én már említettem, hogy nagyon hosszú utat jártam meg azért, hogy ide kerüljek Magyarországra. Szerintem ez volt egy ilyen nem írott vagy megírott könyvbe, hogy tényleg Örményországba kezdtem, vagy Csehországba kezdtem az edzői pályafutásomat, ott, ott, ahol a profi focista karrieremat befejeztem MB2 szinten és ott kezdtem meg 2006-ban az edzői tanfolyamokat, a licenciókat Csehországon keresztül vissza a Szlovan Akadémiájába, és onnan kerültem ki Örményországba, mint pályaedző az első fél és a következő négy évben pedig, mint vezetőedzőként kezdtem meg a fölnőtt edzősködést, vagy az edző munkámat a fölnőttek között. Onnan viszont visszakerültem haza, egy évet még a Prolicencióval foglalkoztam, Örményországban végeztem el a Prolicenciómat, mivel ott dolgoztam négy évet, és ez adott volt, vagy megengedett, ott végeztem el, és utána jöttek olyan állomások, hogy Máltán voltam három hónapot, de ott a fotbal még nem annyira profi szinten volt, úgyhogy három hónap után úgy éreztem, hogy ez nem az én szintem, hogy nem azt akarom elérni a fotbalból, amit ott kaptam tőle. És aztán jött utána a Vladivostok, oroszországi második osztály, ami óriási tapasztalatokat és tényleg lehetőséget kaptam, és én azt gondoltam akkor, hogy tényleg nem akárkinek adott, hogy akár orosz MB2-es vagy orosz második osztály csapatot már, a, bár a világ végén volt ez, de én ezt egy lehetőségnek tartottam, hogy ott, ott dolgozhatok. Közben jött a gyerekem a második gyerekem születése, úgyhogy egy fél szezon után váltottam, és akkor jött a Slovan Liberec ajánlata, a Cseh élvonalbeli csapat ajánlata, ahol azt gondolom, hogy elég jó munka sikerült, és akkor emlékszek rá, hogy két csapat keresett meg, az egyik volt a Sparta Prága, és a másik volt a, a Puskás Akadémia. Persze akkor a Puskás Akadémiát nem annyira ismertem, mert szóba jött, és mint Puskás Ferenc nevét ismertem, de magát az akadémiát nem ismertem, mert mivel fiatal klubról beszélünk, és akkor vártam a Sparta ajánlatát, kicsit elhúzódott, és akkor a Puskás még egyszer megkeresett, kértek tőlem egy személyes találkozót, ami itt a Pancsolreinában történt meg, és azok után, amikor ide eljöttem, akkor az nem titok, akkor megláttam a lehetőséget, ami, ami várt rám itt, és akkor egyértelműen úgy döntöttem, hogy ide akarok szerződni. Amennyire tudom, viszont a kapcsolatod megmaradt a Liberetszel is egy jó. rendes jó kerékvágásban, ugye a nyelv nyilván neked nem akadály, amennyire tudom, stábtagot is hoztál magaddal, akikvel együtt dolgozol azóta is, illetve edzőmeccseket, meccseket is szoktatok játszani, legalábbis már játszottatok. Milyen a kapcsolatod a régi klubban? Hát megmondom őszintén, hála Istennek ahhoz a, munka mindig a klubok, akikben dolgoztam, pozitívan is emlékeznek rám. Tehát mindenhol jó nyomot hagytam, vagy olyan csapatot hagytam magam után, hogy tovább lehetett fejleszteni. Sohasem romboltam le semmit magam után. Ez nagyon fontos pont. Én azt gondolom, hogy mindenkivel korrektul jártam el a, a múltba, tehát nincsenek olyan ellenségek. Persze, aki valaki a személyes, ö, egyenes beszédemet rosszul veszi és ö, ellentétnek, akkor igen, sok ellensége van, de az embernek az életben nem lehet csak barátja, ez, ez hamis barátság. Én azt gondolom, hogy ahol dolgoztam, mindenkivel nagyon jó kapcsolatot ápolok, ez például a sparta prága és az utolsó fölkészülési Medszett, Marbeyába velük játszottunk, az utolsó generális, és úgy, mint ö, Tomás Rosicki, akivel kapcsolatban voltam annak idején, most is elsőnek keresett meg, és figyelik tovább a munkámat, ez nekem nagyon fontos, hogy tudnak rólam. Nagyon fontos nekem az, hogy az évek alatt, amióta itt dolgozok a puskásban, vagy a puskásban, hogy olyan szintet el tudtunk érni, hogy évente már komolyabb barátságos mérkőzéseket nehezebb csapatok elfogadnak velünk, mint azelőtt, tehát komolyan veszik a csapatunkat. Felhoztuk öt év alatt a puskás nevét, adekvát szintre, mint maga Puskás Ferenc a, a, névadónk komolysága és a mostani évek vagy utolsó évek teljesítményeire nehezebb csapatok is vállalják velünk a barátságos mérkőzéseket, tehát ez egy óriási tisztelet számomra. Úgyhogy megyegetünk szintről szintre, és ha visszatérve ahhoz, hogy őrzöm tovább a jó kapcsolat mint a boltkóba. Nem, hogy eddig 158 NB1-es mérkőzésed van a Puskás Ferenc Akadémia padján. Megnéztem az összes többi Puskás szőnek van 159. Úgyhogy ha a kecskemét elleni dervig nem történik semmi, akkor gyakorlatilag egymagad beállítod azt a számot, amit az összes többi elődöd eddig a kispadon tudott tölteni. Ugye ez azért is nagy szó, mert Magyarországon, főleg a 12 csapatos rendszerben azért nem meglepő, hogyha az edzőváltások viszonylag sűrűn történnek. Ehhez képest most bőven te vagy a Magyarországi GMB egy legrégebb óta regnáló edzője. Négy idény és a négy igazából sikeres idény után, hogy vagy képes megújulni mi a motivációt, te hogy tudod motiválni a, a, saját csapattársaidat, a saját embereidet, mind a mellett megtartva azokat az értékeket, amelyek elvezettek eddig a négy sikeres szezonig. Hát először, először, is kiemelném a nevelést. Tehát ez mindig ez olyan motivációs pont számomra, hogy lehet, hogy másoknak nem adott ez. Tehát mindenhol máshol, akár klubról beszélünk, az eredményekre hajt a klub, vagy hogy a sikeres, sikertelen váltások. Én azt gondolom, hogy itt élő példa az, hogy a az alapítvány és az alapítók szemében van egy cél, amit lehet, hogy szerencsém van, hogy mellettem és velem tudták az elérni, amit évekkel ezelőtt elterveztek. Lehet, hogy ezért is van szerencsém még itt lenni a kispadon, mert ahogy nem megneveztet, hogy majdnem annyi időt töltöttem a kispadon jó magam, mint a több elődeim. Tehát én hozom nekik legjobban azt a célt, amit ők x évvel ezelőtt elterveztek ez lehet, hogy én szerencsés ember vagyok, de ezt már mondtam, hogy igenis annak tartom magamat, mert itt a bizalomról is kell, hogy beszéljünk, egy pár rossz eredménye után nem jön a váltás, de valami konstruktív építkezés, vagy változások csapaton belül, klubon belül. Egyértelműen, hogyha kérdezed az, hogy mi motivál engemet, az a nevelés. Óriási szerencsés ember vagyok, hogy eddig el kell mondjanom, hogy összes klubomban, ahol dolgoztam, mindenhol minimálisan az volt a cél, hogy saját nevelésű játékos részben. Persze nehéz az, hogy porondok, európai porondok, ez, sajnos ez, ez, a nehéz ebbe a dologba, de ez kihívás számomra mindig. És azt mondom, hogy mindig, ha az ember frissít, és mindig új célokat tesz maga el, és többet akar elérni, akár mennyiségben, mint nevelésbe, ezek a célok itt adottak. Tehát, hogyha nekem itt külön motivációról nem is kell beszélni. Nekem maga az én munkám motivál, mert változnak az emberek, változnak a játékosok. A stábom egy fiatal, rugalmas stáb, egy modern típusú stábon van, tényleg a legmodernabb dolgokkal tudunk rendelkezni, úgy, mint eszközök, úgy, mint tanulmányi eszközök, úgy, mint jó magam is próbálom a modern focit követni, bár egy kicsit azt mondom, hogy egy régiebb típusú vagyok, nem annyira szeretem a totális ered... a számokat a játék mellett, fölhasználom segédpontként, de számomra még mindig a foci az az egyszerű játék, hogy arra szeretném alapozni a játékomat vagy a csapatom játékát. Örülök, hogy említetted a nevelést, mert ebben a témában szerettem volna egy kicsit mélyebben is beszélni, mert nagyon sok nyilatkozatodban, előadásodban szerepel a nevelés, a fiatalok beépítése. Arra lennék kíváncsi, hogy itt mi az a főpont, mi az a stáb összeállítás, aki ebben neked a legnagyobb segítségedre van, és te személyesen a fiatalokra hogy tudsz hatni. Hát most, ha mélyet belenézünk, akkor kezdjük az iskolánál, mert még iskolakötelesek és iskolába járó fiatal emberekről beszélünk, 16 17 évesek, akik még azt mondom, hogy egy év minimálisan van az érettségig náluk, ha, vagy ha vége, végző korosztály, vagy most konkrétan ez a 2007-es korosztály, aki most a legfrissebb nálam az mb es csapatnál, hát azt mondom, hogy második apaként. Mert olyan dolgokkal is foglalkozok, hogy járnak az iskolába, a kollégiumból fölé a reggeli, az edzés előtti egy óra, hogy bemennek, hogy nehogy megbukjanak, hogy kommunikálnak el a tanárokkal. Ezek azok az alapdolgok, és következik majd az edzők, épp úgy az akadémiai, Köszönet Tóth Balázsnak, mert most ez a kapcsolat a legszorosabb az akadémiával, mivel ő a sportigazgatóm és egybe klub, klubigazgatóvá is vált. Annyira össze vagyunk állva egész Lackó Zsoltól, aki az U17-től kezdődik, Körtvényesi, Pista a 19-ben, Vanczák Vilmos az MB3-ban, Tóth Balázs a Csákváron, tehát ebből a négy korosztályból szűrjük ki azokat a játékosokat folyamatosan fél év alatt akik majd fél év után télen a fölkészülőbe fullba be, helyet vagy csapatba helyet, csapatba helyet kapnak az mb 1 be és lehetőségeket. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a háttéri munka foglal el nagyon sok időt, de ez nem csak köszönhető főleg a kollégáimnak, akiket megneveztem, és tényleg azok az edzők mondják meg, nem a vezetők, az edzők mondják meg, akik napi szinten ismerik a gyerekeiket, hogy kik alkalmasak arra, hogy megpróbáljuk őket nb 1 es szinten, én azt, azt kell, hogy mondjam, az utolsó két-két és fél évben így dolgozunk, és ez volt be a legjobban, mert így tudunk inflirtálni a csapatba, beépíteni minél több fiatalt. Neked, mint apa, mennyit segít az otthon szerzett tapasztalat, mint gyermeknevelés terén például, amit itt fel tudsz használni, és az akadémián látott közeg, a gyerekek, az ő viszonyuk hozzád, az ő tevékenységük, megnyilvánulásuk, bármi, Ebből mennyit tanulsz, amit esetleg otthon tudsz hasznosítani? Én megmondom, hogy a saját gyerekeim többet vesztenek ebből, mert többet foglalkozok munkám belül a gyerekekkel, mint majdnem azt kell mondani, hogy a, a saját gyerekeimmel, de megpróbálok jó apa lenni, van egy idősebb fiam, és van egy kislányom. Sajnos a feleségem ússza meg, vagy kapja meg a nagyobb munkát ez mellett, mert tényleg azt mondom, hogy itt próbálok jó, alape, jó apa lenni 24 órát, de ez az idő hiányzik nekem otthon, amit a feleségem helyettesít a nevelésbe, és nagyon nehéz munkát végez, épp úgy ő, mint én itt. Nagyon sokszor ez hátrány számomra otthon, mert úgy érzem, a gyerekemnek hiányzok, de ez a munka, ez van pozitív és meg negatív. Ez az egyik negatív része, hogy többet vagyok idegen gyerekekkel, akit nevelnem kell, mint a saját gyerekeimmel, de ezt, 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 ezt az éles stílust fogadtam el, és ezt élvezem vannak ennek előnye és hátrányai, úgymond a magánéletbe, de ehhez jó partnere a feleségem, aki helyettesít engem, mint apát, de mint apaként is próbálok heti szinten azt az egy félnapot fullba, vagy maximumba a saját gyerekeimmel törődni és foglalkozni, hogy tudok. Úgy, mint sok minden gondolom, ez is főleg mondjuk pszichésen lehet megterhelő, és nem véletlenül hozom be ezt a témát, hiszen az is köztudott rólad, hogy nagyon nagy teret engedsz, vagy sok munkát fordítasz a fiatalok pszichológiai érésére, a mentális nevelésükre. Olvastam egy olyan mondatodat, hogy futtatni bárki tud, de mentális nevelés az nem 80-20%-ba tetted nagyjából. Hogy működik az ilyen fiatal felnőtteknél, érettségi közelében álló embereknél a pszichológia, mennyire nyitottak rá, milyen eszközökkel tudtok hatni rájuk, főleg abból a szempontból mondjuk, hogy ha fiatalon a pályára kerül, akkor ezt el tudja ezt a nyomást viselni. Hát én először is meg azt kell, hogy mondjam, hogy van egy jó stáb az akadémián belül, aki mentális edzőként foglalkozik velük individuálisan. Aztán jövök én, aki edzőként vagy apaként az öltözőbe, hogyha akár rosszul veszik le a ruhát magukról, vagy ezeket az alap dolgokat, amit nevelés kérdése és otthon kell, hogy kapják a szülei, szülőktől, anyutól, aputól vagy családtól, ezt próbáljuk nekik ismételni és helyettesíteni, ha kell, mivel kollégiumos fiatal emberekről beszélünk főleg. És próbálok tényleg barát lenni nekik, vagy partner. Addig még tudok. Tehát azt a távolságot, mindig az egészséges távolságot próbálom betartani, hogy ne tévesszék össze, hogy barátok vagyunk, vagy fölöttesek. Ezt nem nagyon emelem ki, de inkább azt a bizalmat próbálok feléjük élvezni. Azt a bizalmat, hogy érezzék azt, hogy én nem a fölöttesük vagyok, de a kollégájuk vagy az az ember, akibe bízhatnak. És én azt gondolom, hogy kötelesek vagyunk úgy, mint én, vagy a stábom, vagy az, akik itt vannak az akadémián belül, hogy aki még 18 év alatt és akár fölött is hogy neveljük és vezessük ezt a mai fiatalságot, mert tudjuk, hogy az élet nagyon nehéz és nagyon gyors most. Én azért mondom, hogy nagyon sok erőt folytatok, vagy figyelek a nevelésre, az alapnevelésre, amire azt gondolom, hogy már nagyon kevés idő maradt családi szinten is, és én ezt még próbálom betartani, és ezeket az alapokat, hogy tőlem is kapják meg. És nekem volt egy ilyen filozófiai dolgom, amit próbálok betartani, még U16-os korosztályt tettem annak idején, 2007-ben, és én akkor azt mondtam, mert nagyon sok átlagos gyerekem volt, és nem voltak annyira tehetségesek, és lehetett látni, hogy, lehet, hogy nem tudok belőlük egyet csak kihozni, vagy főjebb tolni, kvalitába. És én akkor azt mondtam, hogy ha nem is tudok belőlük jó játékos nevelni, de fogok örülni annak, hogy jó embereket fogok belőlük nevelni legalább. Tehát én ezt a filozófiát tartom, hogy nem is sikerül a pályán egy excellens játékos nevelnem, de legalább abból a korosztályból két-három jó embert tudjak nevelni ötödik éve vagy már a Puskás Akadémia kötelékének tagja. Ez a fiatal korosztály, ez pont az, ami nagyon gyorsan felnő, nagyon sok gyerekkel találkozol, többet ugye be is tudsz építeni a csapatba. Az öt év alatt, négy és fél év alatt, melyik a legbüszkébb eredményed mondjuk ilyen mentális nevelés terén, hogy volt egy, nem tudom, egy nagyon szétszór gyerek, és akkor tudtál rá olyan hatással lenni, mondjuk, hogy utána egy rendszerető megcsinálta a feladatát, és esetleg mondjuk később tudtál is hozzá mint focistaként nyúlni? Aki egyértelműen a legkisúlyozottabb volt, az a Máriusz Korbu. Tehát tisztességes gyerek, egy egyszerű csángó, legény óriási becsülettel, tisztességgel, alázattal, úgy ahogy idejött, ma is úgy viselkedik, az iskolában semmi probléma, a pályán adaptációs képesség nagyon gyors és határozott, Gruber Zsombor nagyon intelligens fiatalember, aki iskolába kitüntetéssel végzett, jó focista, és jó úton jár arra, hogy jó és nagy focista legyen belőle. Nagy Zsolt esethez már egy kicsit később kapott, de ő egy kicsit később beért fiatalember, de ugyanez a helyzet, hogy nagyon cél tudottam ment 5 éve alatt, azután amit most elért. Tóth Balázs, a kapus, aki egy év alatt azt mondom, hogy mind másodkapusként beért MB1-es szintre, és majdnem, hogy a válogatott szintre is és most jó formába véd a Fehérvár színeibe. Ezek azok a fiatal emberek, akikbe tényleg óriási lépést tudtam tenni úgy, mint mentálisan, meg képességben is, de ez persze a kollégámnak is köszönhető. Most a legfrissebb eset az a Pécsi Ármin, aki 18 évesen, még nem volt 18 éves és helyet tudott magának hívni a kezdőcsapatunkban, mint kapusként, és még ez dicséretesebb, mert ez csak egy hely, egy pozíció, a kapus csak egy van, játékos a térben tíz. Úgyhogy ezek azok a fiatal emberek, és most akik jönnek föl, azt még korán róluk beszélni, de egyértelműen Pál Barna, aki úgy, mint tanulásba és természetbe, mint játékos képességbe, ha nem történik semmi gond, akkor ő is ezek a fiatal emberek nevé mellé fölzárkózik, vagy utánuk. Úgyhogy ezek az emberek, akikre emlékszek úgy, vagy akik a szemem előtt maradtak, hogy mind emberileg is jók voltak, és a pályán is jól teljesítettek. Egy picit eltérek, de aztán majd visszatérünk ide, és érteni fogod, hogy miért értem el. Hát. E, ugye az előző idény vége felé volt egy lejáró szerződésed, hát. és ugye akkor a sajtóban mindenféle portálok elkezdték terjeszteni, hogy esetleg nem hosszabbítotok szerződést. Amennyi igazság háttere ennek mondjuk a mi szemünkben volt, az annyi, hogy azt azért elárultad, hogy volt megkeresésed cseh szlovák kluboktól. Milyen kapcsolatod volt akkor a vezetőséggel? Volt-e bármi alapja egyáltalán, hogy ti nem hosszabbítotok szerződést, vagy egyáltalán miért fel ezek a furcsa témák? Akkor? Hát nekem a sportigazgató volt a legkúcs ki aki mondott, mondta, hogy nem tud semmiről, hogy ő számít valam a jövőbe is. Tehát én azért mondtam, hogy itt én nem volt alapozva ez semmi komoly vagy konkrét példára. A másik dolog az, hogy hál' voltak, meg vannak is megkeresések. Ez egy jó, az egy edző vagy egy munkát után, hogyha van érdeklődés, ez volt és van most is, de én mindig azt mondom, hogy itt a legfontosabb az, ami itt történik, tehát ez a munka nekem most számomra a legfontosabb. Én mindig úgy voltam, mint játékos is, hogy több klubban játszottam, de minden klub szurkolója szeretett azért, mert szívvel játszottam, és ott ahol voltam, mindent megcsináltam maximumot azért az eredményért, és jó munkás voltam, akár az ellenfél klubjában, vagy a, a, másik szurkolótábor, ellenszurkolótábor, mindenki szeretett azért, mert tényleg szívvel dolgoztam mindenhol, ahol vagyok, és épp úgy teszem most is. Megpróbálom a maximumot kihozni magamból, ötödik éve dolgozok itt, ez már egy ajándék számomra, mert az egy edző példájában ez, ez egy nagyon hosszú táv, európai szinten is minimálisan én próbálok élni a bizalommal, és akkor majd a jövő meglásol, mit hoz tovább a további vagy a további szezon. Azért kezdtem ilyen kacifántosan a kérdést, mert rá kellett világítanunk arra, hogy végül is meghosszabbítottátok a szerződésedet, továbbra is itt vagy, és ha a szerződés hosszabbításkor azt a, azt a célt tűztet ki a hajóra mondjuk így, hogy továbbra is a nevelés, a fiatalok beépítése a cél. Említettél most pár nevet. Hogy érzed, hogy halad ez a terv? Hát én azt gondolom, hogy most ebbe a tervben maximálisan ott vagyunk. Tehát szerencsém van is, hogy a 2007-es korosztály nagyon erős. Tehát most ezt látható lesz, ezek a fiatal emberek még most a Suzuki kupán is fognak szerepelni biztos, hogy visszaadjuk és fogjuk erősíteni az U17-es csapatunkat. De szerencsém van, hogy az a, tényleg a 2007-es korosztályban találtunk három-négy olyan nevet, még kettő, még kilóg, úgyhogy Vitályos Viktor, aki még szóba jöhet ebbe az évbe, ebbe a korosztályból, tehát négy olyan fiatalember van ebből a korosztályból, aki nagyon erősen, vagy a jövőben nagyon erősen bele fog tudni az mb 1 csapat szintjébe, vagy a, vagy a, csapat életébe beleszólni. Ez mellett még kiemelem Vékony Bencét és Margrá Fálkost, aki az mb 3 csapatból jött, ők idősebbek egy évvel, a 2007-estől 2006-os korosztályúak de én azt gondolom, hogy ez a hat fiatalember a jövőben megint komolyan bele fog tudni szólni az mb csapat életébe, és persze most kiemelten a Pécsi Armin, tehát azt most mondtam, 5-6-7 nevet olyat, aki egy évben, hogyha föl tudsz ennyi fiatal játékos hozni, az azt mondom, hogy ez nagyon jó. Egy pici műhelytitkot kicsit részletesebben árulj el nekünk, kérlek, hogy hogy néz ki egy ilyen fiatal futbalista, egy fiatal, felnőtt beépítése egy kész csapatba. Hogy képzeljük az öltözői hangulatot? Hogy történik egy bemutatás? Hogy történik egy kiválasztás? Hát a kiválasztás az fél évig tart. Tehát ö, azt mondom, hogy ha utolsó két évben úgy dolgozunk, hogy fél évig, tehát nyártól decemberig heti szinten próbáljuk mindenkinek lehetőséget adunk a 17-19 és az MB3-as korosztályból, akik kiemeltek és jót teljesítenek. Ez kb. egy ilyen 20-22 ember, és heti szinten 3-4 embert próbálunk és mindenki fölírja a véleményt rá a kollégáim, akik tanácsolták, ajánlották, és fél évük van arra rá, hogy heti szinten bemutatkozzanak az MB1 csapatába. A másik dolog, hogy szerencsük van, hogy olyan emberek vannak az mb 1 be és ezt mi választjuk, és ezt megkérem, és megkövetelem mindig a tiszta öltözőt. Tehát Szolnoki Roli, Batik Bence, Nagy Zsolt, Markek Tomi, főleg most a magyarokról beszélek, akik nagyon segítőkészen fölfogadják ezeket a fiatal embereket, hogy befogadják. Ők jó maguk is átmentek ezen az akadémiai nevelésen, tehát jó segítség számomra a belső légkör. És fél év után aztán visszatérünk arra, hogy ki lesz az a négy-öt ember, aki megüti ezt az MB1 szintet már most, és megérdemli azt, hogy állandóan az MB1-el dolgozzon nyárig, tehát következő fél évet fullba, teljes mennyiségben, mértékben, és hogyha nem kapnak időt vagy játékpercet az MB1-be, akkor még visszajátszassuk a korosztályukba, ahonnan följöttek. Tehát ez a fél év az az adaptáció, vagy az, hogy mi észrevegyük bennük azt, hogy igen, van rá fizikális erő, tehetség, tudásképesség, és akik a legjobbak, azt mondom, az a négy ember reálisan, aki most is följött hozzánk, ők kapják a lehetőséget januártól fullba fölkészülést az MBA csapattal. Ha lehet játékpercet, ha ez minimális, akkor még visszajátszanak a korosztályukba, és akkor úgy, úgy tudjuk fölhozni ezeket a tehetségesebb fiatal embereket. De persze figyelünk az edzők véleményére, mert közben még kiugorhat akárki, és szokunk úgy is csinálni, szoktuk azt is alkalmazni, hogy motivációként még a leggyengébb is jöjjön föl akár egy hetet hozzánk, hogy lássák, hogy mindenkinek van lehetősége bekerülni az NB1-es csapatba, ha jó lett. Kik azok a régi motoros, rutinos játékosaira az öltözőben, akik leginkább befogadók vagy készek arra, hogy támogassák a feltörekvőket? Hát a Szolnoki Roli az egyértelműen Tehát az Roli, ő még ha nem titok, akkor még az érettségén dolgozik, mai napig is. Tehát ő átment ezen az akadémista szinten, és a, a kollégiumos nevelése épp úgy, mint Nagy Zsolt, egyszer Nagy Zsoltnak ez a második hazája volt, úgymond és ők azok, akik nagyon támogatnak engemet, vagy ő a fiatalokat, tehát őket úgy kezelik, mint partnerukat, kollégájukat, nem mind fiatal és idősebb játékos, és én azt gondolom, hogy óriási szerencséjük van a fiataloknak is, hogy ilyen idősebb játékosok kezébe kerültek, mint Batik Bence, a megnevezett Szolnoki Roli, Nagy Zsolt, Markek Tomi, óriási példakép lehetne minden játékos számára. Van néhány külföldi játékos a csapatban, arra lennék kíváncsi, hogy milyen szűrőn mennek át, nyilván egészen másképp nézitek a játékos kiválasztást, mint egy nem akadémiára épülő csapat. Milyen fő tulajdonságoknak kell meglenni egy külföldi játékosba, hogy, hogy megvisse azt a szintet, hogy Holnyák Zsolt csapatába játszhasson, és a célját támogassa vele, hogy minél több fiatal be tudjon építeni? Hát először is a képességek. Hát ezt, azt, azt, nézzük, vagy lássuk, vagy képesség alapján próbálunk igazolni. Tehát az nem mindig sikerül, mert a, a videó sokszor téves. De ami legfontosabb, az a természet, amiben nem tudsz beletalálni, ez videó alapján nagyon nehéz eltalálni. Ma múltban volt egy Libor Kozák, aki a Láció volt, ez nagyobb részt az igazolás azért is ment végbe, mert tudtuk, hogy idősebb és már egészségügyi problémákkal szenved, de tudtuk, hogy a nevelő képességei óriásiak, tehát lehet egy példakép akár a kis Tomi számára, vagy abban az időben kik voltak, és számára, akik itt voltak abba a korosztályban. Hogy így is változtam, vagy válogassuk, és ez főleg a természet kérdése. Mondjuk egy videón alapján nehéz eltalálni, azt nem is titok, sokszor bele is nyúlunk, hogy rosszul döntünk, és rossz játékosokat hozunk, mert itt egy filozófia mellett az, é, az idősebb idegen se egyszerű a munkájuk, vagy mellettem az életük, mert hogyha látom, hogy átlagosat teljesítenek, akkor egyből egy magyar fiatalnak adom a lehetőséget inkább, és ők ezt nem úgy lássák, mint én, mert azt gondolják, hogy jobbak mindők. De itt elfeledkeznek arról, hogy itt van egy nevelősi, nevelési filozófia, egy nevelési irány, és ebbe kompromisszumot én nem tudok találni. Ha nem érzem azt, hogy az idegen húz és jobb, mint a, a magyar fiatal vagy a magyar játékos, akkor inkább egy átlagos magyarnak adok lehetőséget, mint egy átlagos idegennek. De ez sokszor megtörtént, és itt akkor megy az a szelekció, hogy akkor elválunk tőlük, vagy ezt nem bírják földolgozni, de egyszerűen el kell, hogy fogadják azt, hogy mi egy nevelőakadémia vagyunk, egy magyar csapat fél vagy a fele a kezdő 11-nek minimálisan mindig magyarnak szeretnénk, hogy legyen. Ha vannak képességi különbségek, akkor azt mondom, hogy a magyarokat adom előnybe, és ezt azért nem egyszerű elfogadni. Tehát itt történtek a múltban is ütközések, de akik már itt vannak, akár Jonathan Levi, Laminikoli, ha megnezem Artem Favro, Brandon Ormondi, Quintin Macera, Luciano Slagvers, ezek olyan tiszta emberek, abból a szempontból, hogy elfogadták ezt a teóriát, amivel a klub dolgozik, hogy jót kell, hogy telesítenek, de értik azt, hogy játszik egy Komármi György, és nem játszik szajszuló a szélen, mert átlagban gyengébbet telesít, mind a Gyuszi, akkor egy Komármi Gyuszi lesz a jobb szésünk, vagy a bal szésünk. Picit visszatérnék még az öltözőbe, ugye főleg a régi akademistákat, vagy az idősebb magyar játékosokat említetted, mint befogadó közeg a fiataloknak. Visszafelé, hogy néz ki a dolog? Kaptok visszajelzést a fiataloktól? Ők mesélnek bármit az öltözőről, vagy mondjuk a külföldi játékosokhoz való kapcsolatukról? Ha, nem tudom, én annyira mélyet nem megyek bele, mert ott van sok hülyeség is, meg van sok vicc is, meg pozitív, negatív is. Egyet tudok mondani, hogy nekem mindig az az a elfogadtató, vagy elfogadó, hogyha évek után pozitívan emlékeznek vissza az öltözőre. Mert az öltözőn belül az egy kis közeg, és ott tényleg többet beszélnek egymásról, mint akár a család előtt. Az én úgy jó magam is többet vagyok a kollégáimmal és a csapatommal, mint a jó magával a családommal. Tehát nekem előleg ez a családom. És hogyha mindig az a pozitív visszajelzés, és több vicc jön elő, mi történik, és mit kiművelnek egymás között, és ezek a pozitív dolgok mindig ilyen előre taszítóak, majd motiválóak, ami neked pozitív löketet ad a munkádba, hogy volt értelme, itt nem, hogy, hogy fogom időt veszteni, vagy foglalkozni egy gyerekkel, és nevelni, aki neked ezt évek után visszaadja. Bár ezt, ezt nem kapod meg mindjárt, az a, a gyakorlatból mondom, hogy ők még nem tudják egyből föl, fölismerni azt, hogy te mit adsz nekik. Sokszor fáj nekik, rosszul veszik, kritikát, stb. De nekem az a fontos, hogy évek után, ha találkozok egy játékosommal, hogy kezet tudok vele adni, és vagy megköszönik a munkámat, és fölhívnak, és, és ez az elismerés, ez nekem a, hogy is mondjam, a füzetésem, vagy ez, ez az érdem ez nem semmi se, se pénzzel, se anyagilag, se tárgyal nem fölérhető, hogyha neked egy volt játékosod megköszöni azt, hogy mit tettél érte. Ugye ja, beszéltünk uh, most már nagyon sokat nevelésről, játékosok beépítéséről, a te futballfilozófiádról. Másfelől viszont itt van ugye egy nb 1 mondhatni top csapat, hiszen dobó közelébe végeztek, amióta te itt vagy. Ezt egy picit uh, ilyen kettős elvárásnak uh, lehet látni kívülről. Az érdekelne, hogy te ezt a sokszor meglehetősen ellentétes célt, hogy szerepeljetek jól, de egyébként akadémia szintjén pedig sok fiatal építs be a csapatba, ezt egyszerre milyen eszközökkel tudod megugrani? Hogy csinálod ezt? Hát én azt gondolom, hogy ez érzés kérdése, hogy mikor teszed be azokat a fiatalokat kit és milyen formában. Tehát ez megint azt mondom, hogy ezt nem tudod leírni egy könyvre vagy egy papírra, hogy egyszerűen ez benned kell, hogy legyen, vagy ha gyorsan reagálnod kell. Most, ha eredményről beszélek, igen, elvárás az, hogy a dobogó az európai poront, vagy az első ötbe, vagy az első négybe, és az mellett neveljél, és ez kettes cél, tehát kettes irány, ebben mindenki tisztában. Én jó magam is, és azért vállaltam el ezt a munkát, mert kihívás, mai napig is ez motivál engemet a munkámba, és a kihívások azok mindig motiválnak, és előre tolnak engemet a munkába is. Én azt mondhatom ehhez, hogy jó érzékem van arra, hogy mikor lehet a fiatalokat betenni, vagy mikor kell, és, és eddig sikeres, tud, sikeresek tudtunk lenni, hogy tényleg nevelés is van, és eredmény is, és főleg az, hogy a 5 éves munka alatt a Puskás fölzárkozott az elithez, a magyarországi elitcsapatokhoz, elit csapatokhoz, vagy mellé, és olyan szintre jutottunk el, hogy egy, akár egy jó, vagy egy top csapattal, mint a Ferencváros, vagy a Fehérvár, vagy vagy ha paksot, egy, egy sparingot tudunk velük játszani, és azt mondom, hogy mai nap már nincs különbség a játékban, hogyha a két csapat egymás között játszik, és ez, ez egy óriási hosszú út után történik, és elértünk egy ilyen mértkőhöz a puskást, már mindenki komolyan veszi, mint ellenfelet. Épp, épp úgy, mint külföldön is, hogyha velünk akarnak már játszani más szintű európai csapatok is, és épp úgy a magyar bajnokságban is már mindenki úgy beszél rólunk, hogy mi vagyunk az egyik legnagyobb akadály az ellenfélek, és ez egy komoly elismerés számomra egy picit szakmába is belemennék, csak érintőlegesen, és inkább azt is arról az oldalról közelíteném meg, hogy nyilván most itt beszélgetünk fiatalok beépítésről, nevelésről, ez ilyen nagyon egyszerűen hangzik, hogy persze kinevelik, följönnek, te berakod a csapatba, futnak, gólt lőnek. Arra lennék kíváncsi, hogy az a játék stílus, vagy az a játékrendszer, amiben te hiszel, mi többször láttuk, nyilatkoztad is, hogy a gyors támadások fejezétekben a támadást, nem annyira labdabirtoklós, inkább ez, a, ez az ilyen előre, előre foci az, ami te hiszel. Ezt a fajta taktikát az újonnan érkező játékosok mennyire könnyen fogadják be? Típus szerint, ezt megint azt mondom, hogy milyen tipológia, tehát milyen típus a játékos fölfogása és a stílusa. De hát ebbe is próbálunk olyanokat már váltani, vagy kiváltani, és hozni olyan típusú játékosokat, akik ebben a rendszerbe beleillenek. Van egy pár játékos persze, mindig ezek a komótosabb, ezek a játékosabb, akik több érintéssel játszanak, mondhatom a Jakupposák, vagy a múltban a Jókaknyezseb akik nagyon jó focisták, és minden. Próbáljuk rájuk is erőtetni a gyorsaságot, hiszen a mai modern foci az a sebességről szól. És amit én ö, szeretek, és ezt már megváltoztattuk akadémiai szinten, szeretek dominálni a pályán. Tehát azt mondom, hogy mi legyünk azok a csapat, mi legyünk azok, akik a, a tempót diktáljuk és a stílust. Tehát ez nem mindig sikerül persze, mert ha játszol egy nehéz meccset, egy Ferencvároson, aki beszorít téged az utolsó 10 percben, 16 ezer néző előtt, ez nem mindig úgy van, de ott is találsz olyan pontokat, hogy visszük magunkat és hozzuk magas szinten, akár futómennyiségbe, akár taktikába, tehát egyértelműen ö, folytatom, vagy, vagy, csinálom, nem változtatom a filozófiám, hogy támadó foci, minél gyors támadásokat vezetni, mert hiszen akármit is fogunk beszélni, hogy ilyen védekezés, ötvédős rendszer, négyvédős rendszer, akármilyen, a foci jövője az a sebességbe lesz. És minél magasabb tempóban tudod játszani a mérkőzést, minél magasabb tempót tudsz erőtetni az ellenfeledre, annál nagyobb esélyed van a sikerre. Nekem egy picit ellentétes, de remélem mindjárt felvilágosítasz hogy hogy tudsz úgy dominálni, hogyha adott esetben gyors támadásokat vezetsz, mert azt jelenti, hogy mink nincs nálad sokáig a labda, hiszen pont az a célod, ugye, hogy minél bejutasd Én a labdát azt mondom, oda, hogy lehet, szeretnéd. hogy az nincs is, hogy birtoklásba, de ha nálunk van, nagyon gyorsak vagyunk. Tehát nekünk fontos a tér, a fölfogás, a minimális érintkezés a labdával. Még dolgozunk azon, hogy az átmenetelekbe ne vesszük el könnyedén a labdát, ez egy kicsit csalóka, és ott lehet, hogy ott hátrányban vagyunk, mert nagyon gyorsan váltani szeretnénk, ami a filozófiára irányul, de a gyors játékban is kell egy, egy ilyen rész, amikor meg kell, hogy a labdát tartsad. Még ezen dolgozunk a ritmusváltáson. De egyértelműen a csapatjaim, akit eddig is edztem, akár a Liberecet is, a típusban döntöd el, hogy milyen játékos stílus fogsz játszani, ez, ez adott persze. Hiába akarsz te támadó focit játszani, ha van tíz védőd meg valaki nem tud passzolni, akkor ez, avval a csapattal nehezen fogsz konstruktív focit játszani. De mindig, mindig, azt mondom, hogy mindig a sebességre alapoztam a taktikámat, és hogy a birtoklás, ez a középpályásoktól függ, és tényleg az, hogy milyen biztos játékosaid vannak. De én azt gondolom, hogy ilyen Pösek, vagy Jonathan Levy, vagy a múltba Joka Knezsevics, vagy Urbrik, Faurovártyem, vagy Batik Bence személyébe adott a kvalita, Önnek kell a labdát megtartani, vagy megszerezni a lepatton a második labdákat, de viszont a támadó szekcióban nagyon gyors szeretek lenni. Az utolsó harmadba a játékosok kreativitására hagyom a befejezést, legyen a szépség, vagy az, hogy ne legyen le minden lerajzolva. Tehát az utolsó 30 méterben inkább a játékosok kvalitára és a kreativitására hagyom a befejezést, bár nagyon sokat gyakorolunk a befejezésbe és a beérkezésekbe is, majdnem heti vagy napi szinten. De én azt gondolom, hogy megint arra oda ki, hogy a sebesség. Tehát úgy, mint védekezésben, visszatámadásban vagy letámadásban, számomra a sebesség, a gyorsaság a legdöntőbb a fociban. Ebben a gyors stílusban, ami mondjuk hogy a te játék vagy a te rendszered, mennyiben kell alkalmazkodnod az aktuális ellenfélhez, vagy ez inkább kiváltja azt, hogy hozzátok alkalmazkodjanak? Hát egyértelműen, amit észlékelek, hogy akár erősebb csapatok, vagy gyengébb csapatok, Próbálják lassítani a játékunkat. Tehát fölfogták azt, hogy mi egy gyors csapat vagyunk, és ez a legnagyobb el, ö, fegyverünk. Tehát, hogyha észrevettem, hogy nagyon sok csapat ellenünk arra építi, hogy lassítsa, vagy rombolja a játékunkat. Van, akinek olyan filozófia, hogy fordítva, hogy arra építi, hogy rombolja az ellenfél játékat. Én építem a saját játékomat, próbálom, próbálok mindig jobb lenni az ellenfél játékosainál, vagy a csapatánál, taktikailag próbálom a saját taktikámat ráerőtetni az ellenfélre. Ez sokszor sikeresen, sokszor sikertelenül, de hát ilyen a foci az eredményről szól. És én mondom, kitartó vagyok ahhoz a filozófia mellett, amit én elfogadtam, és amit a csapatom legjobban tud játszani, erre alakítjuk ki. És főleg az, hogy a fiatal embereket be tudjuk építeni ebbe a taktikába. Említetted még a beszélgetésünk korábbi fázisában, hogy most pontosan, hogy fogalmaztál, hogy te így a régi rendszerek híve vagy kicsit ilyen ösztönös a focit szerető edzőnek tartod magad. Manapság egyre nagyobb teret nyernek a mindenféle számok, ezt is említetted, modern eszközök. A mai világban hogy adaptálódsz ehhez, kikkel dolgozol együtt, és mondjuk mik azok a modern eszközök, amiket te is elfogadsz, használsz, és úgy érzed, hogy előrébb viszi a te csapatodat? Hát az összes segédek, ami létezik, az nekünk minden megvan, hál' Istennek. A munkára minden adott, minden lehetőségünk megvan ami a GPS rendszer, tehát az a futórendszerek, és ez már elvileg minden csapat részére vagy számára áll és van mindegyiknek, tehát ezt mindent használunk. Csak én ezt egy segédpontnak használom. Tehát azt mondom, hogy főleg ilyen futó adatokat, stb. ez egy jó segédpont számomra. De nem szeretném azt elfelejteni, hogy minden a pályán dől el. És a játékosom is sokszor, hogyha sokat beszélünk az adatokról, akkor elkezdik egymás figyelni, mint hogyha egy ember változáson menne át, hogy te mennyit futottál, én mennyit futottam, és elfelejtik az, hogy a főrész az, hogy kirúgja a gólt. Tehát én azt mondom, hogy ilyen ésszel tartom azt az irányt, ami az egészséges, tehát a természetes módot, és az mellett ezeket az új segédeszközöket, mint a GPS rendszer és az analitikus része a focinak, aztán ezt meg segédpontként használom a foci mellett, de nem tepszem ezt a első helyre, de ezt a második helyre mindig. Sok mindent érintettünk itt az elmúlt időben, veled kapcsolatban, a hozzáállásoddal kapcsolatban, akár a nem adom föl soha attitűdöt említem, akár az apa szerepet, a nevelés fontosságát, vagy akár a játékstílushoz való hozzáállásodat. Ha kicsit elvonatkoztatok a pályától, vagy az oldalvonaltól, ahol a te főhelyed van ugye egy mérkőzésen, Hornyák Zsolt milyen ember? Ha mondjuk neked három jelzőt kéne mondanod magadról, ami a legpozitívabb és a legnegatívabb dolgot fejezik veled kapcsolatban, akkor mit tudnál mondani? Vagy kezdjük csak egyel-egyel, az lehet, hogy egyszerűbb. Egyenes, tisztességtudó és ideges. Ez a negatív. Igen, az elég, elég gyorsan föl tudom kapni a vizet, de ez azért lehet, hogy már nagyon átélem a dolgokat épp úgy, mint magánéletben, Épp úgy, mint professzionális életben, de itt nem keresem a rossz szándékot a háttérben, tehát azt mondom, hogy elég impulzív ember vagyok, de ezt mondhatom pozitívan is, negatívan is. De főleg azt, hogy amit a szüleim tanítottak, vagy az édesapám, hogy mindig egyenes ember volt, és még azt mondta, hogy sokkal jobb valakinek a szemébe megmondani, mit gondolsz róla, mint a háta mögött, és ezt sokszor akadályokba ütközök ebben, úgy, mint a levelésben, vagy úgy, mint a magánéletben, de már elfelejtettem, hogy nem azt a rózsaszín szemüvegben rajtam, hogy mindenki a barátod. Valamikor mindenkivel baráti kapcsolatot szerettem volna ápolni, de ez nem lehetséges. Tehát az életben te, hogyha erős akarsz lenni és előre akarsz lépni, akkor tényleg a frankót, a nehezet is meg kell mondani a barátod szemébe, és azt gondolom, hogy ebben válik igazságosá a barátságotok, vagy tisztává. De ezt nem mindenki fogadja el. Ebben tisztában vagyok, és ebben sokat akadályba is szoktam ütközni de én azt gondolom, ez az én életstílusom, ezt így tanított a szülő, apám vagy a szüleim, és ehhez tartom magamat, és a, épp úgy, mind a nevelésben, és mind az eredményekben is eredményes tudok lenni ebben a, ebbe a stílusban, vagy ebbe az irányba. Mi a ja, legtöbbet a közönségvel veled nyilatkozatok kapcsán találkozik, hogyha éppen nem a mérkőzésre látogat ki. Ott uh, sokszor visszaköszönöm az, amit elmondtál, hogy uh, néha esetleg egy kicsit ingerültebb vagy, de én inkább az egyenes dolgot látom benne, hogy uh, nálad viszonylag kevésszer hallunk mellébeszélést, de ez valamiért nekem legalábbis lehet, hogy személyes, azzal is társul, hogy egy, egy, picit néha ilyen, akár ilyen feszültnek vagy gondterheltnek, nagyon komolynak is tűnhetsz akár, hogy az életben ez mennyire valós, vagy mennyire, mennyire tudsz esetleg adott esetben mondjuk ellazulni, viccelni az öltözőben, vagy akár otthon, ez mennyire, mennyire való oda egy nyilatkozat helyzetbe, és mennyire vagy te? Hát ö az a feszültség az benne van, mert ha elképzeled, hogyha egy stressz állapot vagy, és közvetlenül a mérkőzés után benned van még az a ritmus és az az adrenalin, amivel lejössz, és kapsz egy szúrós kérdést, akkor nagyon nehéz megállni azt, hogy ne felejj rá. Én meg nem vagyok az az alibista ember, aki, ahogy tanították az akadémián, vagyis a prolicencion, bocsánat, mert volt egy külön sajtói részleg, hogy csak semleges, neutrális beszédet, úgy, mint a sok kolléga teszi, hogy nem mond semmit se. Tehát én ezt meg arra tartom, hogy ez, minek csináljuk azt a sajtót, hogyha nem beszélsz konkrét dolgokról. Jó, nekem is könnyű lehet, hogy a szőnyeg alá söpörni a problémákat, de te nem mit mondtam a nézőknek? Semmit. Mit tudnak meg arról, hogy mi történt a pályán? Azt fogom mondani, hogy jó, de jó volt, ez lehetett volna döntetlen, így, úgy, amúgy. Ez egy ilyen sem, semleges, neutrális beszéd, egy alibista beszéd, ez én sohasem vagyok, meg nem is leszek. Tehát sokszor elmegy, a, el, 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 el elgurul nekem is a, az idegrendszer ilyenkor, de azt kell, hogy mondjam, hogy konkrét vagyok. Tehát megnevezem a rosszat is, meg a jót is. Sokszor megnevezem a játékosaimat, mikor nem úgy telesítenek, de az egy etap után, amikor az edzéseken is már rosszul telesít, és rossz irányba indul el, és az utolsó ilyen fölfigyelmeztetésem, hogy konkrétan megnevezem ezt a problémát. Mert ez hat rájuk, negatívan vagy pozitívan, épp úgy meg, megdicsérem a játékosaimat. Én azt gondolom, hogy mi kötelesek vagyunk a nézők irányt konkrét információkat adni. Most az, hogy én azt gondolom, hogy az én esetemben, vagy a kollégáim ha úgy gondolják, de én azt gondolom, hogy ha én leülök egy sajtótájékoztatóra, és 15 percig semmiről se fogok beszélni, kit érdekel? Az ki fogja ezt megnézni? Így mondják, két napot belül hornyák, milyen hülyét mondok, meg így, meg úgy. Mondok legalább valami konkrétat. Én azt gondolom, hogy nekünk az kötelességünk informálni a nézőket, hogyha azt mondjuk, hogy sport, hogy miért úgy dolgoztam, miért történt az, ami abban a pillanatban vagy sikerült, vagy nem. Én ezt, én ezt komoly dolognak tartom azt, hogy nyilatkozok és egyenest arról, ami történik, akár a jóról, vagy a rosszról is. Nem tudom úgy, hogy szőnyeg alá a problémákat. De nyugtass meg, hogy azért van jókedélyű verzió is. Na, ez a másik dolog. Tehát én amúgy jókedvű ember vagyok, tehát szeretem a viccet és a jó kollektív beszédet. Tehát az ember azért ki kell súlyoznod, hogy mikor hozod a jó hangulatot, meg mikor a rosszat. És azért mondom, hogy sok ember nem tudja, hogy hova tegyen ez miatt, hogy itt ott egyenes vagyok, és elég komoly, és elég feszült és veszélyes, máskor meg totálisan baráti kapcsolatban. De ez a természetemben van, és ezzel nem vagyok jobb, se jobb, se rosszabb ember. Én mondom azt, amit látok, meg gondolok. Én is tévedhetek, és sokszor tévedek is, de ilyenkor mindig bocsánatot is tudok kérni. Tehát benne van. Ha valaki nem dolgozik, akkor nem csinál hibát. Én azt tartom, én is jó magam nagyon sokszor hibázok, sokszor lehet, hogy rosszul látom a dolgokat, sok dolgot visszaelemzek, ami velem történik, vagy a csapatommal, és akkor lehet, hogy más szemszöget látok, de higgyétek el, hogy nem egyszerű egy stresses mérkőzés után nem nyilatkozni, vagy nem megnevezni nekem a problémát, és én az, lehet, hogy sokszor többet mondok, mint ahogy kellene, de én, én az, az mondó vagyok, hogy ami történik, azt el kell magyarázni a nézőknek, akik lehet, hogy nem úgy nézik, vagy nem úgy látták, hogy mi történik, és kritikus szemmel is tudom nézni a saját csapatomat is, de úgy is, hogy negatívan is, meg pozitívan is. Egy konkrét dolgot, akkor kérlek, magyarázom még meg. Volt egy Igen. híres videó, az egy öltözői ünneplésetekről, ez a Zigi Zagi Igen. vagy zigizaga, nem tudom, hogy pontosan hogy kell mondani. Én ezt próbáltam felgöngyölíteni, hogy ez honnan jöhet, nagyon sok mindent olvastam róla, kezdve nem tudom, cseh katonadaltól, Igen. meg bajor sördalon át, mindenfélig, de az Alpecin csapat is csinálja például egy Giro szakasz után puskás öltözőbe hogy került ez a dal? Hát tőlem nem került, mert meg voltunk halva, nyertünk a Ferencvároson, aztán úgy éreztem, hogy ott ki kell egy kicsit az emóciókat hozni a csapatból, és jó magam, mint játékosként a csapatban mindig ezt kiabált, nem tudom, hogy honnan jött, de szokás kérdése, de már régen leszoktam róla, csak láttam ezt a sok arcot, hogy fél örültek is, meg nem is, meg hát én azért azon vagyok, hogy mutassuk meg az emóciót, tehát úgy, hogy a negatívat, az abban az, az, az úgy éreztem abban a pillanatban, hogy nekem kell kiabálni, akkor megtettem ezt, mint egy edző, hogy fölvigyem a csapatomat akár jó kedve, vagy abban a hangulatban, amiben éppen hoztam. Uh, amellett, hogy nyilván uh, itt a Puskás Akadémiával éppen harcoltak a minél jobb pozícióig, és nyilván napról napra a fejlődés nézel, és hogy egyre jobban játszatok, uh, milyen távolabbi célokat tudsz magadnak megfogalmazni így a karrier nagyjából közepén, mivel lennél elégedett, ha majd egyszer nagyon-nagyon messzi jövőbe egyszer visszavonulsz, és a kandaló mellett a karosszékbe hátradősz, vagy azt mondhassad, hogy na, ez így rendben volt. Hát, hogyha fogom kapni a visszajelzéseket biztos, hogy a fiatal emberektől, és ha valaki fölismer még akkor, ha idősebb leszek, vagy megköszöni esetleg a munkát, amit értetettem, ez egy óriás, ez a legnagyobb elismerés számomra. A másik dolog az, hogy én már sokszor említettem ezt, hogy egyszer elérem azt, hogy egyszer a Puskás Akadémiában csak magyarokkal, akár bajnok is legyen ez a csapat, vagy elérjük azt, hogy a saját nevelési játékosunkban, hogyha sikerül korosztályba még összehozni egy olyan csapatot, hogy a nagyobb részt csak magyarokkal és olyan helyezettségeket tudjunk elérni, mint a múltba, akár második hely vagy első hely. Ezek azok a élő példák, vagy ezek azok a célok, amit én a jövőbe, akár velem vagy nélkül, hogyha látnám ezt a jövőbe, akkor óriási elégedettség töltene el engemet. Az eddig eltöltött négy és fél év, lassan öt éve alatt, amióta itt vagy, ugye nyilván nagyon sok minden tapasztaltások, emberrel találkoztál, ez egy elég hosszú időszak egy munkahelyen az ember életében. Mindenhonnan az ember valamilyen tapasztalatot összegyűjt, valamilyen tanulságot leszűr, és azt tovább viszi magával. Neked eddig mik azok a legfőbb dolgok, amiket a Puskás Akadémia adott, és ha majd egyszer ennek a történetnek itt vége lesz, akkor hogy érzed, hogy innen mit tudsz magaddal továbbvinni? Hát először is, amit említettem mindjárt az elején, hogy a lehetőségek, amiatt ide jöttem, és tényleg az volt a hangsúly, amit látom, hogy mi van itt, és milyen közökben lehet, mit lehet alkotni. Tehát én azt láttam, hogy itt egy óriási kihívás, és mi van rám lehetőségekben. A másik az, hogy az öt év alatt, bár én mondtam, hogy nem barátközni jöttem ide, nagyon sok baráti kapcsolatot alkottam ki a foci mellett, nem üzleti, baráti, mert nagyon sok igaz embert, és ezt gondolok a munkások között, nagyon sok barátom van, az egyszerű emberek között nagyon sok jó emberrel ismerkedtem meg. Én azt gondolom, hogy a vezetőséggel is, vagy a tulajdonosok szinten is nincs problémám, mert elmondom azt, amit gondolok, és amit ha jó, hanem nem, kapok meleget, hideget, de egyenes ember vagyok ott is, és tartom a szavamat. Tehát ez, ezek a, a természetemből nagyon sok jó barátot is szereztem itt. Tehát ez, az ember azt mondhatja mindig, hogy jó barátod nagyon sok nincs az életben. De én azt gondolom, hogy egy pár emberre nagyon jó baráti kapcsolatot tudtam kialakítani az öt év alatt. És tényleg az, hogy nagyon becsülöm a pálya munkásoktól, a mosónőktől kezdve, a vezetőségtől kezdve mindenkit, és megadom nekik napi szinten a tiszteletet, akár köszönéssel, vagy mindennel. És ezek azok a dolgok, amik, tehát már kötődésem van érzékileg ehhez a klubhoz, nem csak professzionálisan és munkailag, de ezekkel az emberekkel ötödik évet találkozom minden nap, úgyhogy ez azért nyomot hagy az életedbe, úgy, mint hogy ez nem egy fél év, nem egy hónap tehát öt év után itt emberi kapcsolatok alakultak. Jó, ugyanez megfordítva, te mire vagy a legbüszkébb ez alatt az időszak alatt? Az, hogy nem tértem el a filozófiámtól. Tehát itt nagyon erős a menedzseri kar, a nyomás rád, és a nyomás alatt nem, nem tértem le az utamról. Tehát ez egy, én azt mondom, hogy ez az én karakteremről beszél, hogy nem vagyok az a típus, aki napról napra megváltozik és változtassa a filozófiát, a felfogását. És ez nem egyszerű, mert persze minden nap meg kell állni a helyedet és a véleményedet, meg kell magyarázni, hogy miért úgy döntöttél, és ez jó-e vagy nem, és ezt meg kell magyaráznod. De én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb is, amit én megtanultam, itt, hogy nem szabad eltérni a filozófiától. Ha tudod, hogy jól csinálsz valamit, akkor az mellett ki kell tartani.